Ez a fa került idén a Jávorottó térre a 2023-ban világra jött székesfehérvári babák tiszteletére. A kezdeményezést pár évvel ezelőtt Horváth Ancsa Ágnes, egykori önkormányzati képviselő indította el. Az eredeti kezdeményezés az arról szólt, hogy minden városrészben ültessünk valamilyen növényt. Akkor rózsabokorról volt szó, de tulajdonképpen az, hogy most ez fa, rózsa vagy bármilyen más növény, ez ebből a szempontból mindegy volt. A cél az lett volna akkor, hogy minden városrész büszke lehessen azokra a gyerekekre, akik abban a városban születtek abban az évben, és egy kicsit össze is hozza a közösséget egy ilyen ünnep mentén. Először 2019-ben ültettek fát a Jávorottó téren a kisgyermekek számára, azóta minden évben gondolnak a megszületett babákra. Akkor a Városgondnokság szakembereinek véleményét meghallgatva elfogadtuk azt, hogy ez minden évben történjen meg, és itt történjen meg a Jávorottó téren, hiszen egy nagyon szép parkosítás zajlott akkor, és kialakultak olyan zöld területek, ahol erre a faültetésre is lehetőség van, és azóta évről évre ez megtörténik. Először a 2018-ban születettek számára ültettünk fát, most pedig értelemszerűen így 2024 elején az előző esztendőben, tehát 23-ban születettek számára. A polgármester hozzátette, nem véletlen, hogy a faültetés időpontjának a Down-szindróma világnapját választották, hiszen minden gyermek egyforma, születésük öröm és boldogság. Idén egy zentai ezüstfajtájú hársfát telepítettek születésfájának. Ez egy ezüsthárs. Az ezüsthársak azok nagyon jól viselkednek a városban, ezeket a szélsőséges klimatikus viszonyokat elég jól viselik. Igazából a telepítés után a legfontosabb időszakban ugye majd öntözni kell, és nagyjából így utána pedig egy 2-3 év múlva már el lehet engedni a körönállóan, szépen a fa már fejlődni fog. Az ezüsthárs 15 méter magasra nő meg, és várhatóan tojás formájú lombkoronája lesz. Tavaly 2626 kisgyermek született Székesfehérváron, közülük 695 gyermeknek van fehérvári lakcíme. Az ő tiszteletükre ültették el a fát.